Ez lenne a két könyv, amiről, meg aminek kapcsán inkább majd jó lenne beszélgetni. A kiemelkedő történelmi eseményeket QR kóddal beolvasható filmek segítségével feldolgozó 100 év, 100 esemény, 100 film, valamint a Gorbacsov titkai című könyv szerzője Zolcer János filmproducer, író invitálta beszélgetésre az érdeklődőket a Pákolic István Városi Könyvtár hétfő esti közönség találkozóján. Több évtizedes barátsága az egykori szovjet elnökkel a Pakson is bemutatott könyv apropóján kezdődött. 22 évvel ezelőtt azt vettem a fejembe, hogy készítek egy filmsorozatot a világ élő nagy politikusairól, és hogy ő legyen a riporter. Ezért aztán egyik barátomon keresztül kaptam tőle egy időpontot, találkoztunk Bécsben, megismerkedtünk, és elkezdtünk dolgozni. A Gorbacsov titkai című könyv különlegessége nem csak az, hogy Gorbacsov riporterként működött közre a létrejöttében. Sikerült egy asztalhoz leültetnem olyan világhírű politikusokat, mint mondjuk Gorbacsovot és az amerikai Bush elnököt, a Gorbacsovot és II. János Pál pápát, vagy a Gorbacsov és Simon Perez és Lech Walesa és sok-sok hasonló kaliberű politikust, és nem csak egy asztalhoz leülni, hanem például mindegyikkel 3-4 hetet együtt tölthettünk, a Bush elnöknél a kis rancsán is laktunk, minden reggel ő hozta a kávét. A beszélgetések közben a hatalom működésének kulisszatitkaira is fény derült, Gorbacsov életének minden fontos helyszínére, kaukázusi szülőfalujától a Kremlig, elkísérte őt Zolcer János, akivel azóta is tartják a kapcsolatot. A producer író a múlt héten is beszélt a reformpolitikussal telefonon. Sajnos beteg, kórházban van, 91 éves, de én úgy tekintek rá, mint egy olyan egyedülálló személyiségre, akihez hasonló kaliberű még nem volt, aki békésen, globálisan az egész földgolyót pozitív irányba megváltoztatta. Az interaktív könyv bemutató során aktuál politikai kérdésekről is szó esett.